pénzeli. Bátrabban kellene élni, ütni a rohadtakat. Varázsra forró füstkel, perzselni ágyékukat. Nehogy már csecsemőként. Neketre ordítom magam, vigyázz, ha jön a halál. Sírtásnak készül a jövő, tisztelgek lábaimmal. Gyönyörűm, dobd le az inged, a szűzeket most temetik. Elzsámult eszménket, a trógerek lepénzelik. Bátrabban kellene élni, ütni a rohadtakat. Barátra forró füsttel, perzselni ágyékukat. Nehogy már csecsemőként, jövőnk iszint jó legyen. Húsodva, palasva őrizd, téva vár, hűs szerelem. Gyönyörűn dobd le a dinked, a szüzeket most temetik. Elcsábult eszménket, a trógerek lepénzelik. Hátrakban kellene élni, üsni a rohadtakat. Varázsal, forró füsttel, perzselni ágyékat. Ringyó legyen, húsodva, falazva őrizd, téva vár, szerelem. Megfordítom magam, vigyázz, ha jön a halál. Írtásnak készül a jövő, tisztelget lábainál. Gyönyörűn dobd le a dinged, a szüzeket most temetik. Elcsábult eszménket, a trógerek lepénzelik. Bátrabban kellene élni, ütni a rohadtakat. Varázssal, forró füsttel, perzselni ágyékukat. Nehogy már csecsemőként, jövőnk is ringyó legyen. Húsodva, palazva őrizd, téva vár, szerelem. Gyönyörűn dobd le az inged, a tüzeket most temetik. Elcsábult eszményeket, a trógerek lepénzelik. Hátrabban kellene élni, ütni a rohadtakat. Varázssal, forró füsttel, perzselni ágyékukat. Nehogy már csecsemőként, jövőnk mind jó legyen. Húsodva, palazva őrizd, neketre ordítom magam, vigyázz, ha jön a halál. Készül a jövő, tisztelgek lábainál. Gyönyörűn dobd le a dinged, a szűzeket most temetik. Elcsábult eszménket, a trógerek lepénzelik. Bátrabban kellene élni, ütni a rohadtakat. Varázssal, forró füsttel,
perzselni ágyékukat. Nehogy már csecsemőként jövőnk is ringyó legyen, húsodva, falazva őrizd téva vár hűs szerelem. Gyönyörűn dobd le a tinged, a szüzeket most temetik. Elcsábult eszménket a trógerek lepénzelik. Bátrabban kellene élni, ütni a rohadtakat. Varázssal, forró füsttel perzselni ágyékukat. Nehogy már csecsemőként jövőnk is ringyó legyen, húsodba falazva őrizd téva vár hűs szerelem. Reketre fordítom magam, vigyázz, ha jön a halál. Sírtásnak készül a jövő, tisztelgek lábainál. Gyönyörűm, dobd-e a dinget, szüzeket most temetik. Elcsábult eszménket a trógerek lepénzelik. Bátrabban kellene élni, ütni a rohadtakat. Varázssal, forró füsttel perzselni ágyékukat. Nehogy már csecsemőként jövőnk is ringyó legyen, húsodba falazva őrizd téva vár hűs szerelem. Gyönyörűn dobd le az inged, a szüzeket most temetik. Elcsábult eszménket a trógerek lepénzelik. Bátrabban kellene élni, ütni a rohadtakat. Varázssal, forró füsttel perzselni ágyékukat. Nehogy már csecsemőként jövőnk is ringyó legyen, húsodba falazva őrizd téva vár hűs szerelem. Reketre fordítom magam, vigyázz, ha jön a halál. Látjátok, kedves barátaink, hogy milyen alapok voltak ott. Nyilván nagy munka. Látjátok, barátaink, hogy milyen komoly alapozás volt itt az épület alatt, és most nyilván az alapok eltakarítási munkafázisa történik. És nyilván itt mindenki megint meggyőződhet itt falnedvesedésről, meg talajnedvesedésről, nem tudom mikről hadobáltak. Hát látjátok, bomba biztos volt az épület, és bomba biztos épület. Itt nagyon komoly 50 milliós költségek, meg utána még ezeknek a feldolgozása az még a másik 100 millió vagy 150 millió lesz. Tehát látszik, hogy milyen komoly költségeket okoztak ezzel az értelmetlen rombolással, amit itt láttok most itt mögöttem, és azt gondolom, hogy nyilván ezt nem lehet elfelejteni ezeknek a gazembereknek, hogy ilyen bombabiztos és tökéletesen megépített épületet megengedték, hogy tönkre tegyék, és úgymond rengeteg költségbe verjék az önkormányzatot, annak ellenére, hogy most óriási megszorítások vannak, és óriási takarékosságra kellett volna törekedni itt ennek az épületnek a megmentése során. És még annyit akartam nektek itt mondani ezzel kapcsolatban, hogy ne felejtsétek el,
hogy ezeket a gazemberségeket, ezeket, amik itt vannak mögöttem, ezt az öt gazember kiszolgáló Júdás képviselő nélkül ezt nem tudták volna megcsinálni. Ehhez kellett az a korrupt, titkolózó rendszer, amit folyamatosan így kialakítottak, és a ti tudtotok nélkül döntögettek, és nyilván ezért merték ezek a gazemberek ezeket folyamatosan megszavazni. Tehát ne felejtsétek el, ez a nagykállót kifosztó tolvaj rendszer, és ez a tolvaj korszak az öt korrupt Júdás képviselőn alapul. Tehát hogyha ezeket szembesítitek a gazemberségekkel, a lakásságukkal és a kiszolgáló szerepükkel, és ezekről leszoktatjuk őket, akkor ez a korrupt rendszer összeomlik. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a gazemberségekhez kellett az öt gazember képviselőnek a szavazata. És kellett az a titkolózó rendszer, amit én már nagyon erősen felpuhítottam, megtörtem, mert már a zárt titkos rendszert azt a tájékoztatásotokkal már elég erősen feltörtük, de fel kell törni az öt Júdás gazember képviselőnek a kiszolgáló tevékenységét is. És ez rajtatok is múlik, hogy befogtok-e a szemétládáknak olvasni, amikor találkoztok velük. El kell nekik mondani, hogy hazudtak, amikor itt falnedvesedésről beszéltek, és a bombabiztos épületet tönkretették, és félrevezették a nagykálló lakosságát. És azt gondolom, hogy ezt nem lehet megbocsátani, és nem lehet elfelejteni. Be kell olvasnotok a Sunyiróka Tóth Zolinak, be kell olvasnotok a Júdás Júcsa Bereckiné Pápai Margitnak, be kell olvasni a Szaralak Paplacinak, be kell olvasni a rinocérosz képű Tildának, és be kell olvasni a fükaszásnak, a fükaszássőrésnek, hogy ezt csinálták. És brutális mértékű és értelmetlen költségbe verték az önkormányzatot azért, hogy tudjanak lopni. És ezt mindenképpen, ezt kell, hogy szembesítsétek, mert ha nem szembesítitek, akkor újból találnak ki újabb gazemberségeket, újabb lopási célokból, és újra a ti jövőtöket élik fel, és a ti lehetőségeiteket, meg a ti gyerekeiteknek a lehetőségét teszik tönkre. Azért, mert titokba Júdás pénzért meg lehet ezt csinálni, mert ti nem szóltatok neki, nem olvastatok be, de az a feladat, hogy olvassatok be, és amikor találkoztok vele, van, aki szembe is akarja köpni, ez az ő dolga, erre nem bíztatnak benneteket, de hogy a lelkiismeret szerint azt tedd meg velük, amit megérdemelnek, csak azt, amit a gazemberek megérdemelnek. És mindenképpen kell, hogy szembesítsétek őket, de látjátok, Mikós Anyi bácsiék tökéletes alapokat raktak le, és ezek a gazemberek inkább ezt szétverték, és majd meglátjuk, hogy mit fognak helyette csinálni, milyen gulipintyót, majd 600 vagy 800 millióért, a ti jövőtöknek a felélése és brutális mértékű hiteleknek a felvétele révén. Mert látjátok, hogy most már nem csak az iparűzés, nem csak a gépjárműadó elvételéről van szó a kormány részén, hanem már az iparűzési adó elvételéről, és Parrag László már minden adó elvételéről is beszélt. Tehát nagyon-nagyon súlyos helyzet és korszak fog következni. De a gazemberek itt a 150-200 milliós költséggel csinálnak nektek egy üres placot, egy 300 milliós körülbelül, nyilván ez satszolási szám, tehát egy körülbelül 300 milliós épület tönkretételével, körülbelül 150-200 millióért, ezt megcsinálják, hogy legyen itt egy üres plac, és Károlynak, a szőrös törpének látszódjon, ott ez volt a vágyuk, hogy ez látszódjon, ezt kell, hogy lássátok, gyönyörködjetek benne ebbe a mammontárolóba, ebbe kell, hogy gyönyörködjetek itt a szőrös törpe, a harácsoló szőrös törpének a vágya most már megvalósul. Látjátok, milyen szépen lehet innen a túloldalról gyönyörködni benne, és
ez a művelődési központ ez volt útjába a szőrös történet, mert ide kell egy út mellé, hogy mögé, majd oda, ide mögé, majd ide, meg lehessen csinálni majd a benzinkutat. Ezért tették be a szemétládák a rendezési tervbe, hogy a főtéren lehessen újra benzinkút. Na mindegy, tehát ezt akartuk itt nektek bemutatni, és látjátok, tehát így zajlanak itt ezek a rombolási, pusztítási munkálatok, amiket itt bevállaltak. Olyan költségen, hogy ezeknek a köveknek a feldolgozásáról mai napig nem tudunk, hogy mennyibe fog kerülni. De most a háttérben ezekkel kellene foglalkozni, nem a karácsonyfával, a karácsonyfával is, de ezekkel, hogy ez mennyibe fog kerülni. Meg azzal kellene foglalkozni, hogy mit mutyizik a szemétládája most is a tervező mérnökökkel, de helyette a karácsonyfában gyönyörködjetek, ők pedig így fosztják ki a ti közpénzetek, a ti közös kasszátokat, amit látszik ilyen projektekkel, mert azt mondják, hogy erre volt szükség, hogy ezt az épületet lerombolják. Nekik erre volt szükség, hogy lophassanak. Jó, akkor ennyit szerettem volna ma bemutatni, hogy az alapok bontása zajlik, és látjátok, ezek a munkálatok folynak itt. Perzselni ágyékukat, nehogy már csecsemőként jövőnk is ringyó legyen, húsodba falazva őrizd, téva vár hű szerelem.